Csökkenthetik a rezsiköltségeiket azok a társasházak, ahol egy gázóra van. Ehhez nyilatkozni kell a létesítményben található lakások és egyéb más célt szolgáló helyiségek számáról. A dokumentum benyújtásának határideje augusztus 15-e. Az új szabályozás szerint a jogosultak az évenként meghatározott értéken felül kedvezményes áron juthatnak gázhoz, amennyiben időben élnek az adatszolgáltatás lehetőségével. A rezsiköltséget a társasházak belső szabályzata alapján állapítják meg, általában lakásokra osztva, vagy négyzetméter alapon, ahol különböző típusú lakások vannak, és annyiban érinti a társasházakat is a rezsicsökkentés változása, hogy a közös képviselőnek bejelentést kellett tenniük az egy gázórás társasházakról, hogy azokban hány lakás található, hogy a szolgáltató ez alapján bocsássa majd ki a számlákat. A mi számításaink szerint az kezelésünkben lévő társasházaknál a gázfogyasztás költsége várhatóan lakásonként a rezsi határ alatt lesz, tehát ilyen szempontból árnövekedésre a gázban nem számíthatnak a lakók. A kiadásokat mérsékelheti, hogy korábban pályázatokkal ösztönözték az ehhez hasonló épületek energetikai felújítását. Külső hőszigetelés történt, illetve új kazánberendezések kerültek beszerelésre, és ennek köszönhetően közel 40%-os gázmegtakarítás volt az elmúlt tél során, amit tudtunk regisztrálni. Pajis Kornél jelezte, a villanyára több helyen változik. Ez főleg azokat a társasházakat érinti, ahol több lift is van. Ugye a lift áramköltségek óránként azok fölül mehetnek a határon, tehát ott mindenképpen előfordulhat változás. Illetve a nagy kazánházaknál, ahol rengeteg szivattyú működik, ott is az áramfogyasztás magasabb lehet a határnál. Ez nyilvánvalóan a második fél évben lesz majd tapasztalat és esedékesség. A szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a dokumentum benyújtását követő hónap 1-től időarányosan alkalmazza. Ugyanakkor, aki határidő előtt nyilatkozik, annál ezt már augusztus 1-től érvényesítik.